Szeretettel üdvözlök mindenkit, a jövő nemzedékét látják. Két kedves vendégem van, Robi és Attila. Üdvözöllek benneteket. Üdv Sándor bácsi. Tiszteltem, nagyon jó, hogy elfogadtátok ezt a meghívást, hogy itt a Verbum stúdióban beszélgethetünk. Az az igazság, hogy Robival már volt nekünk régebben egy beszélgetésünk, és akkor azt mondta nekem, hogy ő rendőr lesz, vagy valami hasonló dolog. Ennek van már egy pár éve, ugye? Hát már azóta, 4-5 éve biztos. Igen. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, ahogy szokták mondani, és még mindig ez áll, hogy rendőr szeretnél lenni? Nem, az álom az hamar elúszott. Az ott úszott el, hogy nem rendészetire mentem végül, hanem műszaki középiskolába mentem. Utána elmentem elektronika szakra mentem. Utána átmentem egy másik iskolába, ami oknál fogva, egy informatikai programozó iskolába, és valahogy annak is vége lett, és végül egy sima gimnáziumba kötöttem ki. Sima. Ez jó. És Attila? Én vendéglátós voltam. Vendéglátósnak tanultam a Dobos C. József vendéglátói szakiskolába. Édesapám is vendéglátós volt, és így könnyű volt választanom szakmát. Igaz, egy nagy hiba volt, hiszen alkohollal foglalkoztam, utána elkezdtem sajnos droggal is foglalkozni. Szerettem a munkámat, de viszont nem nekem való az a munka igazából, pont azért, mert hogy politoxikomán vagyok, tehát drog, alkohol, illetve gyógyszerfüggő, így hát választanom kell majd a jövőben egy új olyan munka lehetőséget, ahol eleve nincsen alkohol, egyáltalán se drog. És ott azon a helyen, tehát ezt a helyet, ezt a szakmát miért választottad? Csak azért, mert apám, anyám, nagyanyám ott dolgozott? Igen, igazából a családnak a nagy része az vendéglátós, édesanyám, aki egészségügyben dolgozik. Egészségügyet nem választottam. Valahogy engem a vendéglátó, ami főleg az éjszakai munka az, ami megfogott. Éjszakai munkát? Mi foghatja meg az embert az éjszakai munkában? A nappalt azt soha nem szerettem, pedig többször nyitottam, ahol dolgoztam, de az éjszakát az jobban, nagyobb pörgés volt, sokkal több vendég, tehát emberekkel foglalkozni nagyon szerettem akkor is, és remélem ez meg is marad bennem, mert van egy álmom. És a felszolgálás ez érdekes volt? Nagyon szerettem, tehát hogy így hírességektől, celebektől kezdve nagyon jó volt őket így kiszolgálni. Van egy csúnya és ízléstelen kérdésem. Ausztriában jártunk egyszer, így tinédzserekkel kirándultunk, és jött a felszolgáló nő, és közben láttam, hogy beleívott a pohárba, és vitte tovább az áldozatoknak, illetve a vendégeknek, hogy ne hibázzak, és hogy ez nem olyan nagyon tetszett az ellátásban. Ilyet azért én nem csináltam. Hát nem is arra gondoltam, hogy te is beleiszogattál a vendégeknek az italába, csak ez olyan érdekes volt. Hát ez nem szép, az biztos. És hát akkor, hogyha nem leszel ilyen rendészeti alkalmazott, akkor végül is mi érdekel? Azt találtam ki már egy jó ideje, hogy én gitározok már nagyon régóta, és azt szeretem is csinálni, meg azt tanítani is szeretem. Szóval majd az érettségi után a zeneművésztél szeretnék menni, és majd tanítani szeretném, meg játszani. Szeretnék mellette, úgy, mint a tanárom csinálja. Úgy csinálja, hogy tanít, közben meg eljár ilyen jazzklubokba zenélni, meg ahova hívják. Igen, és te melyik klubba fogsz menni? Hát, ahova kell. Most milyen fokon műveled a zenét, vagyis a gitározást? Hát ilyen papírom nincs róla, hogy milyen fokon van, de járok zeneiskolába, csak igazából most azt tudom, hogy néz ki a bizonyítványom, ott van náluk.
meg hogy mi van ráírva. Csak annyit tudok, hogy 7 éve gitározok, és nem mondták még, hogy béna vagyok, csak amikor direkt kötekednek, hogy béna vagyok. De amúgy szerintem nem járok rossz úton. És neked nincs semmi érdeklődésed a hangszerek iránt? Hát, de igazából van, mert mindig elkérem a Robinak a gitárját, hogy gyakoroljak, de egyszerűen nem tudom lefogni a húrokat. Ma is így történt. De gyerekkoromban még apukám tanított egy pár akkordot, amit ma tudtam meg, hogy milyen akkordok azok igazából. Apukám nagyon jó, tehát ő több hangszeren is játszik, de nekem az a baj, hogy türelmetlen vagyok, és kevés türelmem van az ahhoz, hogy megtanuljak úgy valójában igazából így gitározni. Emberekkel kell foglalkoznom, úgy látszik. Azt szeretem a legjobban. Melyik irányzat tetszik neked, Robi? Mert hogyha már ilyen mesterségre készülsz, akkor mi az, amit szívesen művelsz? Nekem a jazz tetszik nagyon. Jazzre szeretnék majd menni, jazz szakra. És mi tetszik benne? Igazából nem tudom, hogy az egész, hogy... Mert van a sima, klasszikusan gitároznak, az is szép, meg minden, de nekem szerintem számomra undorító. Igen, undorító. Ajjaj, csak meg ne hallja valamelyik művész. Meg van, amikor ezek tábortüzes akkordokkal játszanak, az ilyen, megint csak nem tetszik az ilyen pop számokban. Ez meg ilyen, a jazzzel meg így ki tudok fejezni bármit, hogyha jól használom. Azért szeretem. Egyszer beszéltem Stuller Gyula hegedűművésszel, és azt mondta, hogy a fiatalok körében egyre kevesebben tanulnak ilyen komolyabb hangszerekkel játszani, tehát klasszikus műveket nem igen nagyon művelik, és hogy aggódott amiatt, hogy mi lesz, hogy ez háttérbe szorul. És neked mi a véleményed, hogy miért veti el az ifjúság ezeket a komoly számokat, zenei irányzatot, mint Mozart, vagy Haydn, vagy bármelyik? Szerintem egy olyan fiatallal nem találkoztam még, aki ezt hallgatta volna. Szó szerint egyel se találkoztam, akinek megnéztem a telefonján, milyen zenék vannak, és akkor Mozart, Beethoven vagy hasonlók lettek volna. És neked, Attila, mi a véleményed erről? Én sem nagyon szeretem a klasszikus zenéket. Amit nagyon szeretek, az a blues, rock, illetve hát most már az új irányzatokat szeretem elsősorban, amiket már nem kéne hallgatni. De hogy a klasszikus zenéket apukám hallgatta még annó régen, illetve ő hegedül is, de engem valahogy így nem fogott meg, tehát hogy nem nagyon szerettem, de az egész baráti körömben nálam se volt olyan, aki hallgatott volna klasszikus zenét, komoly zenét, tehát hogy ezeket így nem, meg a rappet szeretem. Tehát akkor arra számíthatunk, hogy ahogy halad előre akkor végül is az emberek elfelejtik, lezárják, nem lesz érdeklődésük az ilyen klasszikus számok iránt. Lesz egy réteg, Stuller Gyulának a gyerekei, azok továbbadják a gyerekeiknek, és az ilyenek megmaradnak, tehát nagyon kevés. Hát sajnos, azért mondjuk azt, hogy sajnos, mert hát rengeteg erő és tudás, meg tehetség rejlik azokba a művekben, a klasszikus művekben, amit megtanulnak. Bizony korán reggel kelnek a Stuller Gyula gyerekei is már, ahogy ismertem, egész kicsik voltak, 5-6 évesek, és már korán reggel neki fogtak gyakorolni, és kitartottak. Te például mennyit szoktál gyakorolni? Hánykor kelsz a gyakorláshoz? 6:15-kor kelek általában, de nem gyakorlással kezdem a napot. Hát én gyakorolni csak délután szoktam. Akkor már úgy teljesen képbe vagyok, nem vagyok se fáradt. És akkor szoktam gyakorolni. Igazából nem minden nap gyakorlok,
pedig kéne. De amikor gyakorlok, egy ilyen 2 óra elmegy vele. Igaz, még az kevés, de többet szeretnék, csak nem tudom rávenni magam, hogy annyit gyakoroljak még. Pedig kéne. Most így elkaplak ezen a téren, és mutatnál nekünk valami számot, zenei számot, ami neked a legkedvesebb. Majd játszok valamit össze-vissza, de jó, oké. Aztán beszélgessünk arról, hogy hát miután tisztáztuk, hogy Robi a zenei dolgok után érdeklődik, és hát egész magas fokon akarja ezt művelni, tanulni és tanítani akar, hogy veled mi lesz? Hát én mindenféleképpen tovább szeretnék tanulni, most ez az egyik A-verzióm. Igazából egy régebb óta egy álom, az, hogy az emberekkel tudja foglalkozni szociális munkásként, vagy segítőként tudjak dolgozni függőkkel, de viszont elsősorban most jelenleg az a feladatom, hogy magammal és a saját magam függőségével tudjak megdolgozni, illetve azokkal a terhekkel, amiket nem tudtam így feldolgozni így az életem során. De ezt az irányt, ezt tartani szeretném, mert ez egy biztonságot is adna terápiám végén, hogyha egy ilyen pályára tudnék orientálódni és végigcsinálni. A napokban beszéltem egy olyan 16 év körül lányjal, és azt mondta, hogy ő tulajdonképpen másokon próbált segíteni, olyanokon, akik drogot fogyasztanak, és végül is azt vette észre, hogy ő is drogozik. Mondtam neki, hogy ugye ez történt, hogy törököt fogtam, nem enged el. És hát miért érdekel téged a másik ember? Sok hasonlóságot látok emberekben, mint például saját magamnak a hibáit meglátom. Tehát saját magamban sokkal nehezebb a hibáimat meglátni, mint egy másik emberben. És így ezáltal tudok neki segítséget nyújtani, vagy legalább fel tudom ráhívni a figyelmét, és az nekem is különben egy nagyon nagy segítség, hogyha én is meglátom ezeket a hibákat, mert akkor saját magamon is tudok ezáltal segíteni, fejlődni. Aki szociális munkára vállalkozik, végül is a személyiségével szolgál, vagy személyiségével dolgozik. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy mi magunk milyen állapotban vagyunk. Ha rossz a hangulatom, akkor a másik ember is átveszi tőlem a rossz hangulatot, vagy hasonló, vagy hogyha indulatos vagyok, akkor a másik emberből is esetleg indulatot hívok elő. Te hogy képzeled el akkor ezt a szociális munkát? Hát egy lelki egyensúlyt meg kell találnom ahhoz. Egy lelki békét. De hogyha kihoz a sodrodból az az ember, aki persze ez a szociális munka nem csupán a szenvedélybetegek
istápolását vagy felkarolását szolgálja. Meg kell tanulnom a türelmet. Igen. Mert az, ami kevés nekem igazából, a türelem, az sajnos nekem, tehát hogy labbanékonyabb embertípus vagyok. De itt viszont folyamatosan segítséget kapok, hogy hogyan tudjam kezelni ezeket hogy azokat az érzéseket, amik följönnek bennem, illetve segítséget kérek. Most jelenleg azért még én kérem a segítséget, mert még ott tartok, hogy nekem kell a segítség. És mióta vagy itt az Emberbarát Alapítványnál? 2 hónap, 5 napja. Hát ez ki van számolva, órára, percre. Igen. Egy teljes megnyugvásom van, tehát hogy megnyugodtam. Sóvárogni sóvárgok. Tehát, hogy... Mi az a sóvárgás? Mert biztos a kedves nézők, hogyha hallják ezt a szót, nem is tudják, hogy miről van szó. Nagyon sokszor van így napomban, hogy mozizok, régi anyagos képek jönnek elő, hogy szívok. Mozizok? Igen. Már megint egy idegen szó. Mi ez a mozizás? Hát, hogy képeket látok, sőt, valamikor olyan, mint hogy egy filmet látnék letörögni. Mi ez, letörögni. Halucináció, vagy mi ez? Nem egészen inkább halucináció, hanem egy ilyen gondolatmenet, mert így a fejembe benne van, és így látom azt, hogy tekerem meg a cigit, vagy hogy lövöm be magamnak az első adagot, vagy hogy iszom meg az első korty alkoholomat, de hogy a közösség az, ami nagyon sokat tud segíteni. Mert ha egyedül maradok, akkor csak rosszabb, hogyha viszont bemegyek a közösségbe, akkor meg sokkal jobb. Tehát úrrá tudok akkor így lenni ezen a sóvárgáson. Tehát a sóvárgás ugye egy nagyon erős vágy, késztetés, hogy az ember megszerezze az anyagot, és hogy éljen vele. És hogy ennek vannak fokozatai, ilyen kisebb, olyan módon el lehet űzni, mint mikor ránk jön a légy, és akkor elhessegetjük. Vagy lehet ez középszerű, amikor már az ember mocorog, és lehet olyan, amikor hát most már eldöntöttem, és akár mi történik, ha törik szakad, akkor is drogozni fogok, inni fogok, vagy hasonló. Én nagyon bízom benne, hogy erre az állapotra nem fogok eljutni. És mi lenne, ha most 2 hónap és 5 nap után kimennél, és éreznéd valamelyik fiún a buszon, hogy olyan furcsa szaga van? Hát jelenleg most még elmenekülnék abba a helyzetbe, tehát hogy minél gyorsabban segítséget kérnék, de hogy a sétálások közben azért sokszor van, amikor megérzem a fűnek a szagát, és akkor előjön egy ilyen minimális óvergás, de hogy utána az el is múlik, biztonságot ad még jelenleg nekem ez a ház. Igen, és abban az állapotban többet nem szeretnék eljutni. Én úgy gondolom, hogy ez volt nekem az utolsó köröm. Tehát, hogy nincs több. Ezt már igaz, sokszor mondtam, de én úgy érzem, hogy most van az a pillanat, amikor egy párszor meghalhattam volna, és most már nem szeretnék meghalni, most már élni szeretnék. Nagyon lényeges dolog, amit mondtál, mert hát ez sajnos sokszor előjön, ez a halál kérdés. És mi történt veled, Robi, hogy így megtáltosodtál? Az elejétől? Hát röviden. Onnan kezded, ahonnan akarod, jó, hogy értsük világosan. Hát ez úgy indult, hogy 9-es voltam, és az iskolába, az az első iskola volt, ott volt egy kollégium is mellette. Nem a kollégiumba jártam, de az osztály volt, akik oda jártak, és így szünetben csak fölmentünk a szobájukba beszélgetni, vagy éppen. Akkor ott szívtam el az első füves cigimet, fenn a szobába. Akkor utána jött az, hogy utána felmentem még egy párszor, és utána történt egy incidens, amiatt elhagytam az iskolát, és átmentem egy másik iskolába, de az iskolába elmentem, ott még jobban belefolytam, és ott már ilyen
napi szinten ment, hogy nem volt tiszta pillanat se, annyira belefolytam. És utána persze jöttek a többi szerek a fű után. Voltunk mi együtt, prevenciós előadást tartottunk Vácon, ugye? Pedagógusok gyűltek össze, és nagy érdeklődéssel voltak, hogy hogy lehet tulajdonképpen ebből az állapotból kijutni. De volt egy ilyen érdeklődés is, hogy honnan lehet, hogy lehet felismerni azt, hogy jelen van az osztályban a díler vagy hasonló személyek. Most azért, hogyha a nézők kedvéért is elmondanád, hogy hát a tanárok miről ismerhetik fel azt, hogy ott ül a mondjuk a hatodik padba vagy harmadik padba pontosan az illető? Igazából azt, hogy tanár szemével nem tudom nézni a dolgokat. Nem beszélj a magad szemével. De nem tudom, én ránéztem kín az emberre, és tudtam, hogy nála van valami. Szóval annyira leri róla, hogy ő most árulja és anyagozik. Én nem tudom, igazából lehet olyanokat mondani, hogy most piros sapka van rajta, meg fehér, de ez tök hülyeség szerintem. Egyszerűen csak nem tudom, én kiszúrom, hogyha lát, hogy kiszúrom az emberen, hogyha ő tudna nekem adni. Igen. És Attila, te hogy vagy ezzel? Igazából én is ugyanezt a véleményt alkotom, mint a Robi, mert én is, tehát hogyha bárhova megyek az utcán, vagy bárhova lépek, és én is ugyanúgy kiszúrom az embert, én úgy gondolom, hogy a függő tényleg megtalálja a függőtársát bármikor. Még akkor is, amikor már mondjuk vége az a terápiával, és kilép az ajtón, elindul az új útjára, és biztos vagyok benne, hogy akkor is ugyanúgy ki fogom szúrni az első olyan dílert, aki tudna adni, és azt kell elkerülnem. Én sem tudom így elmondani, hogy lehetne kiszúrni egyből egy dílert, de igazából, ha a múltamra nézek vissza, akkor most ez erős lesz, amit mondok, de csak saját magamra kell nézni. Visszatérve még a Robitól kérdezem, hogy a tanárok előtt több mindent elmondtál, nagyon nagy szeretettel, érdeklődéssel fogadták, és rendkívül jó volt, amit mondtál. És volt egy ilyen mondatod, hogy ha a csík ott lenne az asztalon, hogy is... Igen. Hogy is értsük ezt? Ágéni kérdezte tőlem, hogy hol tartok a terápiámban, hogyha kihúzna az asztalra ide egy csíkot, akkor mit csinálnék? Hát igazából nem foglalkoznék vele. Vagy elmennék inkább, hogy meg se forduljon a fejembe. Szerintem elmennék. Vagy csak ott ülnék. És korábban hogy volt? Korábban? Na, akkor miből tekerjek szipkát? Ennyi lett volna. És hogy lehet eljutni erre a szintre, amit most említesz, mert tényleg látható gyökeres változás van nálad. Hogy lehet erre a szintre eljutni, hogy nem akarok vele élni, nem akarok magamhoz venni, meg hát idegen a számomra? Nekem eddig ez a ponthoz 16 hónap kellett, pontosabban 478 nap. Igazából az segített sokszor, hogy visszanéztem arra, hogy miket csináltam, és azoktól egyszerűen így elundorodtam tőle, magától a mennyiségtől is, hogy egy nap mennyit vittem be, meg hogy mit megtettem azért, meg hogy milyen állapotban voltam, hogy néztem ki, ezek undorítóak. Tehát van egy ilyen, hogy ezek a dolgok negatívumot váltanak, vagyis hát átfordul pozitív érzésre, hogy ezt nem akarom csinálni. Hát meg persze utána magamban is föl kell ismerni a problémát. Ez hozzátartozik, hogy akkor miért is kezdtem el csinálni, meg hogy mi vezetett rá erre. Ez nem úgy ment, hogy egyik napról a másikra, hogy most kipattant a fejembe, hogy drogozni akarok, és akkor megyek, drogozok. Ez lenne egy ilyen hosszabb, nem is azt mondom, hogy depressziós, csak egy ilyen rosszabb hangulatból kitörő megoldás volt. Már régóta gyülem lett össze.
De hát most már azért más szinten vagy. Igen. És örülnek ennek a szüleid? Hát nagyon örülnek neki, hogy végre van változás, és igen, láthatóan. Sokat aggódtak miattad. Hát ez biztos. Azért végül is ők mindig szerettek téged, meg szeretettel álltak melletted, és igen, nagyon sok fiú ezt nem mondhatja el. Hát ilyen szempontból kivételes helyzetben vagyok, az biztos. És Attila, nálad mi a helyzet? Ilyen szempontból, amit a Robitól kérdeztem. Most azért így elgondolkozom azon, próbáltam elképzelni, hogyha egy csíkot így kihúznának, akkor én mit csinálnék? Elfutnék. Tehát most jelenleg biztos, hogy nem tudnék itt ülni. És mi lenne, ha a díler utána szaladna, és mégis kínálna? Nehéz lenne úrrá lenni, én úgy gondolom, még jelenleg, igen, de az egy nagyon jó megoldás, amit a Robi is mondott, hogy tényleg vissza kell nézni a múltba. Megnézem a következményét már a dolgoknak, hogy mi lehet a következménye, hova fogok eljutni akkor utána, hogyha újra használnék. A múltamban 15 év kábítószerezés, illetve alkoholizálás után vannak olyan mélypontok, ahova, hogyha visszanézek, akkor egy megáll legyen számomra, egy stop tábla, hogy tényleg most már állj, és most már nem szabad azon az úton tovább haladnom. Édesanyámék meg, ez az egyetlen egy igazából nagyon nagy, mondhatni isteni szeretett tőlük, hogy még mindig nem hagytak el. Végigjártam a börtönt, végigjártam mindent, és mindvégig mellettem voltak, és most ebben az utolsó időszakban is, amikor kint voltam az utcán, és nem voltak otthon, de tudták, hogy jövök idebe, abban a pillanatban újra visszaállt, majdnem azt mondom, hogy a rend hármunk kapcsolatába. Az elején nagyon dühösek voltak, ami érthető volt, de viszont nagyon szeretem őket. Tehát őket már tényleg annyira nem szeretném tönkretenni, idáig tönkretettem az egész életüket, tehát 15 évet, azt úgy elég mély sebeket okoztam mind apukámnak, mind anyukámnak, illetve az egész családnak, és nem érdemlik meg. Rengeteget kaptam tőlük, főleg, hogy örökbe is fogadtak. Tehát. És ez alatt a 15 év alatt nem volt ilyen kitörési kísérletet, hogy abba hagyd? De volt, egyszer volt. Azt tartott két napig, harmadik nap egyből vissza is estem. Ez a heroinozási időszak után történt. Tehát a hagyományos drogokat használtad? Igen, illetve hát a legeslegvégén volt nekem is sajnos ez a bio, ami teljesen tönkretett. Tehát az mindenhogyan tönkretett engem. Tehát akkor le is fogytam nagyon. Szerintem nagyobb kárt okoz, hogy ez a designer drog, mint a hagyományos drog. Annak is megvan, de ez gyorsabb, katasztrofálisabb. Biztos. Robinak van célja, és hogy ő végül is egy hívő fiú is, ugye? Igen. És hogy kapja a segítséget oldalról, a családtól, tőlünk, barátoktól, és kapja a segítséget felülről is. Ez nagyon jó. És nálad hogy van? Merről jön a segítség? Jön nekem is oldalról, anyukáméktól, és én hiszek benne, hogy Istentől is jön rengeteg segítség. Nem lennék már itt, hogyha ő nem lenne. És mit tudnátok mondani, most már elfogyott az időnk, mit tudnátok mondani azoknak a nézőknek, akik éppen most nézik ezt a műsort, és nem tudják abba hagyni a drogozást, vagy az italozást, hogy kísérletezgessenek, vagy milyen megoldás lehet a számukra egy-egy mondatban. Érdemes, ami nekem nagyon nehéz volt, segítséget kérnem. De tehát az egyik segítségkérés, aztán neked is meg kell próbálni, ugye, az első dolog, és ez a kettő együtt, ez nagyon sokat jelenthet.
Hát én is a segítségkérést tudnám mondani, hogy meg legyen olyan ember, akibe bíznak. Igen. De igazából, ha ezt elmondom, és valami drogos nézi ezt, akkor úgyse fog hallgatni ránk, majd megtapasztalja magától. Igen, és nem csak a drogosokhoz szóltunk, hanem másokhoz is, akik segíteni szeretnének, ugye, hogy tudják, hogy hogyan is segíthetnének. Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és nagyon remélem, hogy örömteli életetek lesz, és eddig nagyon szomorú és nehéz napokat éltetek meg, de lehet túljutni ezen a nagy nyomorúságon, amit az alkohol, a kábítószer, meg hát a játék, meg egyéb dolgok okoznak. Köszönöm, hogy beszélgethettünk, elköszönünk most a kedves nézőktől, ismét találkozunk egy hét múlva.